Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és arról szeretnék beszélni, hogy a világháború egyre szélesedik. A következő lépés sajnos a világháború szélesedésében, hogy ha a hivatalos hírforrásokat nézzük, akkor Irán vezetője meghalt. Ez egy rendkívüli esemény, és mind a maig nem tisztázott, hogy hogyan és miért halt meg, ha meghalt. Az ilyen nagyon fontos eseményeknél mindig a legelső hír az érdekes. A többi hírt már a politikusok átdolgozzák a saját szájuk íze szerint. Az első hír az volt, hogy a helikopter kényszerleszállást hajtott végre. Ott nem akárki repült, hanem egy óriási ország vezetője, elnöke. Őt úgy kellett, hogy őrizzék, hogy egy madár se tudjon oda repülni a közelébe, ha nem adnak neki engedélyt. Ezelőtt az esemény előtt Belorusszia vezetője Lukasenko nem tudni miért meglátogatta Azerbajdzsán vezetőjét, hiszen Irán vezetője Azerbajdzsánban volt. Azerbajdzsán földjének egy része jelenleg Iránnal határos, másik része Törökországgal határos. A harmadik része viszont Oroszországgal határos. Oroszország most egyébként bemutatta a világnak, hogy a volt szovjet köztársaságok közül a legnagyobbat, a legerősebbet, Ukrajnát bármikor el tudná foglalni, ha akarná, de nem akarja. Nem akarja, mert hát tudjuk jól, hogy Putyint Amerikából irányítják, és hát nagyon sok mellékrépés nem tehet. Tehet egyet-kettőt, de az olyan nagyon sokat nem. Ukrajna egy részét elfoglalta persze, de nagyon kis részét. Egyáltalán nem olyan a helyzet, mint ahogy nálunk harsogják a különféle portálok, meg kellene nézni a térképet. Tehát a többi volt szovjet köztársaság, Azerbajdzsán, Örményország, Tadzsikisztán, stb. Fél Oroszországtól, hiszen őket sokkal könnyebb elfoglalni, mint Ukrajnát. Ők korábban is a Szovjetunió tagjai voltak, ahogy Ukrajna. Azért szeretném elmondani, hogy a Szovjetunió ma is létezik az ENSZ alapokmányai alapján. Ez egy olyan ország, ami megvan, létezik, majd akkor nem fog létezni hivatalosan, jogilag, hogyha az ENSZ hoz egy ilyen határozatot, de eddig nem hozott. Milyen furcsa. Ma a Kaukázusban, ahol Azerbajdzsán is van, egy nagy háborúra van szükség. Ezt a nagy háborút most készítik elő. Hát nem szerintem van szükség, persze, mert én a békehíve vagyok, hanem a világvezetői szerint. Ott egy nagy háború lesz. Ezt készítik most elő, ezért röppent oda az iráni elnök. Persze, az iráni elnök sem az angyalok közül való, nehogy már valaki azt higgye. De most az a nagy kérdés, hogy életben maradt-e? De senki nem tudja. Rengeteg ember keresi. Körülbelül 20 ezer ember, rengeteg. Az első hírben még az volt, hogy a helikopter kényszerleszállást hajtott végre hirtelen. Azonban az elnök életben maradt, és a grúziai Tbilisi városa felé halad egy autóban. Hogy miért arra, azt nem tudni, mikor ő nem oda tartozik. A következő hírekben még már azt írják, a manipulált hírekben, hogy eltűnt és keresik. Az első nap a BBC arról is hírt adott, hogy legelőször három ember ment a helyszínre helikopterrel, hogy megkeresse az eltűnteket. De ez a három is eltűnt, ez a három ember. Hát nem fura? Valószínűleg ez a három ember közölte az első hírben, hogy az elnök egy autóban utazik, egy grúziai város felé, sőt, konvojban utazik. Ugye az is furcsa, hogy hirtelen értelmet ott egy csomó autó a helikopter baleset helyszínen, az erdőben. Na de kell az, hogy ez az elnök életben maradjon. Hiszen, hogyha arrafelé Iránban, Grúziában, Azerbajdzsánban egy nagy, hatalmas háború előkészítése zajlik, akkor esetleg nem csak őt, hanem a tanácsadóit is el kellene tüntetni. Iránban most teljes az űrzavar. Az ottani kisebb beosztású politikusok mind ide-oda nézegetnek, és próbálják kitalálni, ki lesz a következő főnök, a következő elnök, aki majd alá kell feküdni.
Az iráni elnök embereit szépen fokozatosan kivonják majd a forgalomból, csak azokat hagyják meg, akik két frontra dolgoztak az elnöknek, meg az ellenfeleinek. Visszatérve az első három kutatóra, akik látták, hogy az elnök épségben van és autóval menekül valahova, őket eltüntették, mert hát ilyen tanúkra nincsen szükség. Amikor az elnöki helikopter felrepült, akkor köd volt egyébként. Na de mi okozta ezt a ködöt? Vagy ki okozta ezt a ködöt? Ma már ködöt lehet csinálni, a YouTube-on is vannak ilyen videók, 2 perc alatt csinálnak hatalmas ködöt. De a ködöt gyorsan el is lehet oszlatni. De nem oszlatták el. De hogyha a másik két helikopter, amelyik kísérte az elnököt, normálisan megérkezett a célig, akkor olyan az elnök helikopter, miért nem érkezett meg a célig? Egyszerű a válasz. Azért, mert ez az elnök már zavarta az iráni hatalom képviselőit. Ezek persze, amiket mondok, nem hivatalos tények, ezek az én analitikus elmém következtetései. Aki tud ugyanilyen analitikusan gondolkozni, mint én, az belátja, hogy ezek nagyon helyes következtetések. A hivatalos szervek persze teljesen más analitikát követnek, azt követik, amit a politikusok mondanak nekik. Ezek a fajta analitikus következtetések, amiket tőlem hallanak, ezek máshol nem nagyon hallják. Az iráni hadsereg egyik legmagasabb vezetőjét tegnap 7 lövéssel megölték. Miért kellett ez nekik? Ha analitikusan gondolkozunk, akkor rájövünk. Azért kellett, mert ő az elnököt támogatta. És hogyha az elnök megint megjelenik, akkor ki tudja, hogy a hadsereg hogyan reagál. Így azonban a hadsereg nem fogja őt támogatni. Hiszen majd betesznek oda egy másik, ő hozzá nem hű tábornokot. Nem véletlen, hogy az első három ember, aki elsőnek érkezett a katasztrófa színhelyére, meghalt. Látják, kedves barátaim, hogy nem érdemes egy katasztrófa színhelyére elsőnek érkezni. Más országokban. Hát ugye mi kis ország vagyunk, tehát nálunk más a helyzet. Miért nem mutatják meg nekünk a lezuhant elnöki helikoptert? Miért nem mutatják a holttesteket? Az is nagyon furcsa. Még azt sem árulják el, hogy konkrétan hány ember volt ezen a helikopteren. Mindenféle tárgyakat mutogattak a neten, amik kiestek állítólag a helikopterből. Ha nem akarták megmutatni a holt elnök holttestét, mert ez ugye nem illik, akkor megmutatták volna a kísérőjének a holttestét legalább messziről. Ez is érdekes kérdéseket tesz fel, ha analitikusan gondolkozunk. Talán azért nem mutatták meg hirtelenjében, mert nem voltak. Illetve később majd megmutatják. Na de mikor? Hát most kellett volna, amikor ez van. Később már bárkit oda rakhatnak. Kiválóan ismerjük, hogy a filmrendezők hogyan tudnak halottakkal berendezni akár egy fél várost is. Aztán mikor a felvételnek vége, a halottak felkelnek és elmennek haza. Ezt jól látjuk jó néhány ukrán példán. Állítólag a helikopter elégett, akkor a helikopter roncsok elégve miért nincsenek ott? De nem gond, majd elégetnek egy ilyen helikoptert, direkt a roncsokat odarakják, és akkor majd szépen be fogják mutatni. Ami még nagyon furcsa, hogy Putyin 50 desszantos katonát küldött oda. Az nagy erő egyébként, nagyon nagy erő. Úgymond az iráni elnök felkutatására. De tulajdonképpen nem azért, hanem ők addig lesznek ott a titkos kunyhóban, a titkos bunkerekben, amíg el nem kezdődik majd arrafelé a háború, és a döntő pillanatban majd belépnek. De ha már ott vannak most, segíthetnek összeszerelni az odavitt, úgymond elégett helikoptert. Azerbajdzsán elnöke Putyinnal is jóban van, de hát ő nem harcos típus, tehát ő neki ilyesmi nem jut eszébe, hogy mit csináljon katonákkal. Azerbajdzsán elnöke egy olyan kisfiú, aki jó szülőkkel nevelkedett, jó családban nőtt fel, mindenki szerette őt. Tehát nem egy katonás típus. Izrael viszont abban érdekelt, hogy lecserélje Irán vezetését, és mindenhova a saját embereit tegye be, mint ahogy Európában és Oroszországban, meg Ukrajnában ezt már megtette. Izrael az egész Közel-Keletet meg akarja hódítani. Irán és Azerbajdzsán mindig is Erdogán vazellusai voltak.
Ugye Azerbajdzsán és a nyugati, Azerbajdzsán két részre van osztva, nyugati és keleti részre, úgymond, a politikai hozzátartozás értelmében. De már a nyugat szónál tartunk. Remélem jól ül a székén, hiszen amit mondok most, azt megint nem tanítják a történelem könyvekben. Annak idején Hitleré volt Nyugat-Európa, Sztáliné pedig a Közel-Kelet és a Kelet egészen Kínáig. Hitler és Sztálin ketté osztották a világot. Azóta semmi nem változott, egyáltalában semmi. Ami Sztáliné volt, az most Sztálin gyermekei és unokáié. Ami Hitleré volt, az most Hitler gyermekei és unokáié. Ez nem vicc, hisz mindegyik előkelően szórta a magját. Rengeteg gyerekük volt minden országban. Persze tudom, hogy ezt nehéz elhinni, mert a történelem órán mást mesélnek nekünk. A történelem órán az iskolában hülyítenek bennünket, hogy egy hülye, buta tömeggé váljunk. Azt is mindig elfelejték, hogy Izraelt csak 1948-ban hozta létre Sztálin. Addig Izrael, mint ország nem létezett. Ennek ott vannak a hivatalos iratai az ENSZ-ben. Persze azt szokták mondani erre, hogy no, Anglia így, meg úgy. Anglia beleegyezett, hiszen mindketten Anglia édes kis gyermekei, Hitler is, meg Sztálin is. De erre most nem térek ki. A világ persze teljesen másképpen néz ki. Hát ez a kulcs szó, hogy másképpen néz ki, de nem más, csak másképpen néz ki. Valójában a világban semmi nem változott. Ma is Sztálin és Hitler utódai uralják a világot. Köszönöm szépen, hogy megnézett. Kérem, lájkoljon és iratkozzon fel, mert akkor a többit gyorsabban meglátja viszontlátásra.